Mindenkit üdvözlök az első ilyen fórumon. Ez a ketogén nem diétáról szól, bár sokszor fogunk szerintem hibázni, és majd ketogén diétát fogunk mondani. Ez ketogén életmód előadás lesz. Olyan szakértőket hoztunk, aki ezekbe a táplálkozási, illetve életmód rendszerekbe nagyon mélyen belásták magukat. Van, aki ezt már 30 éve kutatja, és nemzetközileg elismert szakember, illetve van közöttünk olyanok, akik a személyedzőként dolgozik, illetve életmód tanácsadóként. Először mindenképpen azt szeretnénk, hogy egy olyan előadó legyen, aki szerintem a sejt működés egyik legjobban ismeri a világon. Ezt kutatja 20 éve, és hát is adom a szót. Dr. Somlyay Gábor biológus a deutérium csökkentés tapasztalata és módszereiről fog előadást tartani. Jó reggelt kívánok! Még egyszer. Még nem csináltam semmit. Oké. Tehát az előadás a deutérium megvonásra abban egy lehetőségekről szól. Azért, hogy érzékeltessem, hogy mennyire bonyolult is ez az élet, mindig ezt az ábrát szoktam felvetíteni, amivel az a lényeges, hogyha veszünk egy sejtet, aminek a mérete 40 mikrométer, az azt jelenti, hogy 1 milliméternek az 1/25 része, abban van egy 5-10 mikron átmérőjű sejtmag, és abban fizikailag be van csomagolva 1,8 méter hosszú genetikai információ 3 milliárd 200 millió betűvel. Egy időleg 2000 biokémiai folyamat van egyetlen egy sejtünkben, 1 millió különböző fehérje, és ez egy kicsit korrigálom, ez 37 trillió sejt van bennünk, tehát mind a 37 trillió sejtünkben, kivéve a vörösvértestet, benne vannak ott vannak a sejtmag, benne van az 1,8 méter hosszú DNS, és ez a dolog működik. Egybe vagyunk, hosszú életet leélhetünk, egészségesek lehetünk, és teljesen harmonikusan van jelen minden folyamat, és teljesen jól működnek ezek a sejtek egymással. A molekuláris biológia és a gyógyszeripar azon van, hogy belenyúljon ezekbe a molekuláris folyamatokba, és ezáltal találjon egy gyógyszert, ezáltal próbálja meggyógyítani a rákot, és abba bízik, hogy majd egyszer lesz egy olyan molekula, amivel lehet gyógyítani a daganatos betegséget például. Az igazi kérdés viszont szerintem az, hogy egyáltalán hogy lehetséges, hogy ilyen komplex rendszer, tehát oda bezárva a DNS, mind a 20-22 ezer génjével, az 1 millió különböző fehérje, a 2000 biokémiai folyamat, az nem lehet a molekulák szintjén összehangolni. És azt mondjuk, hogy van egy molekuláris szint alatti mechanizmus, egy szubmolekuláris szabályozási rendszer. És valójában most majd erről lesz szó. Tehát, hogyha nézzük, ennek a szubmolekuláris szabályozási rendszernek a két kulcselme lenne a hidrogén két izotópja. A hidrogén és a deutérium két nem sugárzó hidrogén izotóp. Ugye többnyire a hidrogént ismerik az emberek, akik hallottak a nehéz vízről, azt jelenti, hogy van olyan hidrogén is, aminek a tömege duplája, mint a hidrogén. Tehát mikor megiszünk egy pohár vizet, mi háromféle vízmolekulát fogyasztunk, H2O-t, HDO-t vagy D2O-t. A deutériumot azt a 30-as években fedezte fel egy Urey nevű ember, kapott is érte később egy Nobel-díjat, és 1930-as évektől 1990-ig, amíg én elmentem dolgozni az onkológiai intézetbe, mindenki a nehéz vizet vizsgálta, és azt nézte, hogy mi történik a biológiai rendszerekkel, ha nehéz vizet nagy koncentrációban alkalmazzuk. Tehát ez például egy kísérlet volt arra, ha a dohány normál vízzel locsolták, vagy egyben növekvő koncentrációban nehéz vízzel, akkor az látszik, hogy ez a dohány nem tudott megnőni. Kutyákat el lehet pusztítani 35%-os nehéz vízzel, ami egyértelműen arra utal, hogy az élet számára egyáltalán nem mindegy, hogy ott mennyi hidrogén van, meg mennyi deutérium van, mert ennek nagyon komoly biológiai következménye van. A biológiai következménye az azért van, mert a hidrogén és a deutérium teljesen másként viselkedik kémiai reakciókban, ez a tömegkülönbségből adódik. Ezt megint a tudomány ezerszer megvizsgálta, már ezt izotopeffektusnak hívják, több ezer publikáció van. Tehát például a szénhidrogén, nitrogénhidrogén, oxigénhidrogén kötések sokkal gyorsabban felszakadnak, mint a deutérium kötések. És innentől kezdve egy egész biokémiai folyamat sor másként működik, hogyha ott egy-egy deutérium kerül a hidrogén helyére. Tehát ezt hívjuk izotopeffektusnak. A másik tény, és ami talán ezért volt az, hogy eltartott 1990-ig, mire feltette valaki ezt a kérdést, ha megnézzük a hidrogén-deutérium arányt, akkor 6600 hidrogénre jut egy deutérium. És ebből gondolom sokan úgy gondolták, hogy akkor ne is foglalkozunk a deutérium, és ez volt jellemző a 90-es évek elejéig. És ebből jön ez a 150 ppm-es bűvös szó is, hogyha veszek 1 millió hidrogént, akkor abból 150 lesz a nehéz víz, vagy a deutérium, vagy veszek 1 millió vízmolekulát, abból 150 lesz a nehéz víz. Ez a 150 ppm, ez egy ilyen bűvös szám.
körülbelül ennyi mondjuk itt a még halat jövünk, amely kicsit kevesebb a víznek a deutérium szintje. Illetve ez bemutatja azt, hogy tehát a még halat jövünk ebben a range-ben mozog, a Földön 120-155 ppm között mozog a víz deutérium szintje, az óceánokban 155 ppm, és ahogy haladunk a pólusok felé, úgy csökken a csapadéknak a deutérium szintje. És a következő kérdés viszont az, hogyha 150 ppm, az mit jelent millimolban? Hogyha nézzük a kálcium, kálium, magnézium ezeknek az értékét, és összehasonlítjuk a deutériummal, ami 12-14 millimol mi bennünk, akkor azt látjuk, hogy a deutérium 6-szoros a kálciumnak, 10-szeres a magnéziumnak. Ezeket az értékeket, meg még nagyon sok mást, az élet borzasztó szigorúan szabályozza, és egy nagyon szűk range-en belül mozoghat. Tehát egy hipokalémiában, hogyha valakinek hirtelen esne a kálium szintje, meg is lehet halni. De az élet szabályozza, és tudja, ezen a range-en belül kell tartani. És ezzel szemben itt van egy deutérium, ami mondjuk 6-szoros a kálciumnak, és senki nem foglalkozott vele 60 éven keresztül, ez kell oda, vagy nem. Tehát az a kérdés, ami elindította ezt a kutatást, az az volt, hogy van az évmilliók során az evolúció szánta valamilyen szerepet a nehéz hidrogénnek. Ez a kérdés. És azért, hogy választ kapjunk erre a kérdésre, ezt úgy lehet, szerintem a legegyszerűbben, vegyük ki a rendszerből a deutériumot, és nézzük meg, hogy van ennek valami biológiai következménye. Tehát úgy, hogy a nehéz víz gátolta a noány növekedését, mi történik akkor, hogy lecsökkentjük a víznek a deutérium szintjét, és ilyen közegbe helyezzük az élet különböző formáit. Ez a kísérlet azt mutatja be, hogy csináltunk különböző deutérium tartalmú vizekből tápfolyadékot sejtek számára, és utána ezeket a sejteket ebben tartottuk. Ezeket a sejteket egy arany rétegen növesztettük, és mi csak azt néztük, hogy az arany réteg ellenállása milyen gyorsan változik. Minél gyorsabban beterítette a sejt az arany réteget, annál gyorsabban változott az ellenállás, tehát annál gyorsabban tudott osztódni a sejt. Minél meredekebben az egyenes, annál gyorsabban szaporodott. És ebből az látszik, hogy ahogy csökkent a deutérium szint, úgy kezdett átmenni kvázi vízszintesbe ez a vonal, ami azt jelentette, hogy minél alacsony volt a deutérium szint, annál inkább gátolt volt a sejtosztódás, vagy fordítva, annál lassabban tudtak a sejtek szaporodni. A következő kísérletben azt néztük, hogy mi történik, és hogy mennyire érzékeny a rendszer. Tehát itt 8 óránként 0-val, 1 ppm-mel, 2,5-vel vagy 5 ppm-mel csökkentettük a tápfolyadéknak a deutérium szintjét, és a lényeg az az, hogy a piros vonaltól elvált a zöld. Tehát ezek a sejtek megérezték azt, hogyha 8 óránként csak 1 ppm-mel, de lejjebb vittük a deutérium szintet, és innentől kezdve azok a sejtek már egy lassabb növekedési rátát produkáltak. Ami körülbelül mi ezt el tudjuk érni az egész ember szervezetébe, hogyha vissza az alacsony deutérium tartalmú vizet, és akkor mondjuk a víztere hígul 1,5-2 liter alacsony deutérium tartalmú vízzel. A következő kísérlet az volt, hogy tehát nyilván azt gondolom, hogy a rákérdés, ha meg fog oldódni, akkor az erre fog épülni. De nem gondolom azt, hogy ki kell dobnunk mindent, ami ma az onkológiában jelen van, a deutérium megvonást integrálni kell az onkológiai kezelések rendszerébe. És akkor nyilván az ember megnézi, hogy mi van akkor, hogy a kemoterápiával kombináljuk a deutérium megvonást. Tehát ez az ábra azt mutatja be, a normál vízben szaporodott a sejt, csökkentett deutérium tartalmú vízben szaporodott a sejt, és ez a két görbe doxorubicin, ami egy tömegével használt kemoterápiás anyag, két koncentrációban, ha ezzel kezeltük a sejteket, akkor ez volt a sejteknek a szaporodási üteme. De ha a doxorubicint a csökkentett deutérium tartalmú vízbe tettük, akkor annak ez lett az eredménye. Ami látványosan mutatja, hogy a kemoterápia bizonyos esetekben, bizonyos kombinációban összejátszott a deutérium megvonásra, javíthatja a készítmény hatékonyságát. Ez az ábra pedig szintén még ilyen aranyréteges és ilyen nagyon precíz ezekben a módszerekben az, hogy nem kell semmit se csinálunk a sejtekkel, tehát nem manipulálunk a sejtekkel semmit, tehát az az eredmény, amit látunk, az az. Itt azt néztük, hogy vajon a mobilitását a sejteknek hogyan befolyásolja a deutérium megvonás, mert ugye az egyik alapvető probléma, és itt sokszor félre is informálják az orvosok és gyakran a beteget, olyan nincs, hogy valakit megoperálnak, és utána azt mondja az orvos, hogy megoperáltuk, kivettük az egész daganat, ön meggyógyult. Mire egy daganat kifejlődik, az 4-5 év. A 4-5 év alatt millió számra lefűződhetnek sejtek a primér tumorról, és hiába veszik ki a daganatot, ki tudja már, hogy hol vannak azok a sejtek, amik elszaladtak a primér daganatról. Tehát az, hogy mennyire mobilis a daganat, az megint egy fontos szempont, hogy milyen gyorsan tud áttétet adni. És itt akkor azt néztük, hogy ez a mobilitás a sejteknek hogy változik,
És megint egy teljesen egyértelmű korrelációt, ahogy vittük lefelé a deutérium szintet, úgy gátoltuk a sejtek, egyre kevésbé tudtak mozogni a rendszerben. A következő kísérlet, egy párat így megmutatok, aztán majd a végén lesz egy konklúzió. Tehát itt ebben a kísérletben azt néztük, hogy ha kezeljük egy karcinogén anyaggal, ez dimetilbenzantracotnak hívják, ez egy rákkeltő anyag, akkor azonnal azt vették észre, hogy bizonyos géneknek a működése az elkezd aktiválódni, és megugrik a géneknek az expressziója. Tehát itt az volt a kérdés, hogy mi történik az egerek, hogyha kezeljük a rákkeltő anyaggal, vagy kezeljük a rákkeltő anyaggal, és adunk neki csökkentett deutérium tartalmú vizet. És akkor ez az ábra azt mutatja, hogy azok az egerek, amik ezek az egerek kezelve volt, nem voltak kezelve, rendes vizet ittak. Ezek az egerek kezelve voltak rákkeltő anyaggal, és rendes vizet ittak. Itt ezeknek a géneknek az expresszió megugrott. Azok az egerek, amelyek csökkentett deutérium tartalmú vizet ittak, így működöttek a gének, és hogyha kezeltük rákkeltő anyaggal, és adtuk nekik a DD-vizet, azok a géneknek a működése el volt nyomva. Tehát a deutérium megvonás befolyásolta ebbe az esetben azoknak a géneknek a működését, ami egyébként elfogadottan szerepet játszik a rák kialakulásában. Ugye az első perctől kezdve az volt a cél, hogy humán gyógyszert csináljunk, de érdekes módon ezt már sikerült megcsinálni lassan 20 évvel ezelőtt. Tehát az a hatóság, aminek az volt a dolga, hogy elismerje, hogy a deutérium megvonással, tehát csökkentett deutérium tartalmú vízzel itatva kutyákat, macskákat, az vajon hatékony a daganatra, az azt mondta, hogy hatékony. Így 1999 óta állatorvosok használják a Vetera nevű állatgyógyszert, és durván azt mondjuk a kutyák, macskák fele meg is gyógyul azzal az egyszerű ténnyel, hogy kicserélik a normál vizet csökkentett deutérium tartalmú vízre. Csináltunk egy olyan fejlesztést, hogy mi van akkor, hogyha lokálisan alkalmazunk alacsony deutérium tartalmú vizet, és itt ilyen 25 ppm-es fiziológiai adatot állítottunk elő, és akkor erre mutatok egy példát. Ennek a kutyának a nyakán hemangioszarkomát diagnosztizáltak, és elkezdték kezelni, és ez az eredménye a kemoterápiának, a sugárkezelésnek. Itt mondták, hogy akkor majd elutatjuk az állatot. És akkor a mi doktornőnk elkezdte alkalmazni a deutérium megvonást, ez 4 héttel később készült, ez 10 héttel, ez 14 héttel később készült, és utána a kutya meggyógyult, köszöni szépen, jó volt, utána megnyert egy kutya kiállítást, és utána még nem tudom hány évén keresztül élt. Tehát azt mondhatjuk, hogy elég markáns hatása volt a deutérium megvonásnak. Mi van humán vonalon? Nekünk egy fázis 2 randomizált, kettősakos humán klinikai vizsgálatot sikerült lefolytatnunk. Ez a néhai Vabros professzornak az érdeme kiadta a kollégájának, hogy gyerekek, mi ezt a kísérletet megcsináljuk. Ebben a klinikai vizsgálatban prostatarákos betegeket vontunk be, teljesen véletlenszerűen 22 került a kezelt csoportba, 22 a placebo csoportba. Akinek szerencséje volt, az a kezelt csoportba került, és 85 ppm-es vizet ivott, akinek pehje volt, a placebo csoportba került, és a betegek 4 hónapig ittak vizet, valamilyet, vagy ilyet, vagy olyat, senki sem tudta, hogy melyiket. Mikor lezártuk a klinikai vizsgálatot, akkor két csoportot képeztünk, és akkor kiderült, hogy azok, akik a DD vizet itták, ott volt összesen 160 köbcentiméter prostatérfogat csökkenés, mert minden hónapban néztük a prostatérfogat alakulását. Akik a placebo csoportba kerültek, ez csak 54 köbcenti volt, ez szignifikáns volt a különbség a két karja között a vizsgálatnak. Amikor megnéztük a túlélési adatokat, mondja 4 hónapig itták csak a vizet, akkor azt tapasztaltuk, hogy egy éves túlélés úgy alakult, a 22 betegből 2 hunyt el, aki a DD vizet itta, és a 22 betegből 9-en haltak meg, akik pedig a csak vizet, normál deutérium tartalmú vizet itták, ami szintén szignifikáns volt. Ez az adat még mellé téve a PSA értéket, 80%-kal csökkent a tumormarker a hatóanyagkaron, és csak 47%-kal a placebo karon. Ez bement a hatósághoz, és ezt az eredményt nem fogadták el. Tehát ezt konkrétan, ezt a túlélési adatot azt egy az egybe letagadták, mert azt mondták, hogy 2 évvel később már nem volt szignifikáns különbség a két kar között, ez igaz volt. De egy éven belül látványosan szignifikáns volt a túlélésben a különbség. Ugye az elmúlt időszakban mi azt csináltuk, hogy emberek, akik hittek ebbe, bíztak benne, itták a vizet, azok megosztották velünk teljesen önkéntesen bizonyos információkat, és ebből tudtunk olyan betegcsoportokat képezni, amiket utána leközöltünk nyugati lapokba. Tehát ha például megnézzük a tüdőrákos eseteket,
akkor itt nekünk van egy 48 hónapos medián túlélésünk. A medián túlélés az az érték, amivel az egész gyógyszerfejlesztés úgy foglalkozik, hogy sikerül az új gyógyszerrel megemelnünk a medián túlélés értékét. Tehát veszek 100 beteget, tüdőrákos mondjuk, a világban 8 hónap a medián túlélés, azt jelenti, hogy 100 betegből a fele 8 hónapban meg fog halni. Ez a szomorú tény. Mi ezt a 8 hónapos medián túlélést ezzel a 304 beteggel 6-szorozni tudtuk. És az összes többi tumortípusnál, amire legyűjtöttünk így értékeket, azt látjuk, hogy 3-szorozunk, 10-szerezünk a medián túlélést. És nyilván nem mindegy, hogy milyen stádiumban kezdünk el kezelni. De hogy miért tudtuk 6-szorozni, arra csak egy példát akarok mutatni, hogy ennél a betegnél 2001-ben diagnosztizálták ezt a daganatot az agyban, amiről kiderült, hogy egy kissejtes tüdőráknak az agyi metasztázisa. És akkor meg is mondták a lányának, hogy ebből 2 hónapos várható élettartama kalkulálhat az édesanyja. Ha nézzük a sorozatot, akkor 3 hónappal később ez volt, 23 hónappal később ez volt, 43 hónappal később az volt, és akkor végül a beteg tényleg meghalt 11 évvel később. És közben még egy ábrát mutatok, volt egy primér tüdőtumora, az is eltűnt. Tehát ha nézzük mi azt a 304 fős tüdőrákos betegpopulációnkat, akkor ebben a populációban nem egy ilyen eset van, mint amit bemutattam, hanem sok, és az egész 6-szorozás az abból jött ki, hogy nagyon látványosan, nagyon egyértelműen a betegek széles tömegénél javította az esélyeket a túlélésre, illetve regressziót okozott. Ezt az ábrát azért mutatom, hogy 14-ben voltunk San Diego-ba, Boros Proffal, az amerikai rákkongresszuson. Itt mi például a hasnyálmirigy daganatoknak az eredményét mutattuk be. Mikor elmentem a kongresszuson meghallgatni amerikai előadókat, akkor ők elmondták, hogy mondjuk pont immunológiai terápiával 3,6 hónapról 5,2 hónapra növelték a medián túlélését hasnyálmirigy daganatos betegeknek, pedig 39 hónapos medián túlélést mutattunk be. Tehát ezek a különbségek, ami megy az onkológiában ma, meg amit azt gondolom, hogy a deutérium megvonás tud majd ehhez hozzátenni. És akkor nyilván fölmerül a kérdés, hogy eljutunk egyszer tényleg oda, hogy gyógyítható lesz a daganatos betegség. A 3 éve, most már 4 évvel ezelőtt volt a harmadik nemzetközi konferenciánk, és akkor mi 1827 daganatos betegnek az adatait dolgoztuk föl. Ezt a betegpopulációt 2 markáns nagy csoportra tudjuk osztani. 1656 beteg úgy kezdte el inni a vizünket, a deutérium csökkentett vizet, hogy effektíve volt benne daganat. 171 daganatos beteg pedig daganatos beteg volt, tehát ők diagnosztizálva voltak, meg lettek operálva, kaptak kezelést, makroszkóposan tumormentesek voltak, de mégis itták az alacsony deutérium tartalmú vizet. Itt a kumulatív követési idő több mint 600 év, 801 év a tumormenteseknél. Az látszik, hogy a nagy különbség a 2 csoport között az abban van, hogy átlagosan, akik daganattal kezdték, 646 nappal azután kezdték el a deutérium csökkentett vizet, hogy diagnosztizálták a betegséget, ez a betegcsoport pedig 374 nappal kezdte átlagosan. Ami azt jelenti, hogy nincs kizárva, sőt nagyon valószínű, ezek között a betegek között is nagyon sokan tumormentesek voltak egy ideig, de ők túl sokáig kivártak, és már kvázi 2 évre azután jöttek megint keresni valamit, hogy a betegséget diagnosztizálták. És akkor ami a markáns különbség az, hogy mi itt a 171 beteg közül 11 beteget veszítettünk el a 801 éves kumulatív követési idő alatt. És mikor én megnéztem konkrétan ez a 11 beteg miért halt meg, akkor az derült ki, hogy volt, aki itt a szünetet tartott megint itt egy darabig, utána elfelejtett minket, és 3-4 év múlva elhunyt. Volt 2, aki csak 30 vagy 60 napig itt, ő azért halt el. Tehát összességében mi most azt mondjuk, hogy ha valakit sikerülne a szakmával, meg úgy általában a kezelésekkel tumormentessé tenni, és utána rendszeresen ismételni a deutérium megvonást, azok minden valószínűségűen tényleg egészségesek is maradnának, és nem esnének vissza. És akkor a 171 betegen belül még ezt emelném ki, hogy a 171 beteg között 48 emlőtumoros beteg volt, akinél ugyanez volt, megoperálták, hogy az emlőtumor abból szempontból jó, hogy sok beteget meg lehet operálni. És a 48 beteg, aki hozzánk járt, tumormentes volt, fogyasztott, csökkentett deutérium tartalmú vizet, a 221 éves kumulatív követési adat, mi 1 embert veszítettünk el ebből a 48 emberből. A következő kérdés az, hogy hogyan működik ez az egész történet.
Szent Györgyi Albert, mikor itt volt Magyarországon a 70-es években, ő azt mondta, hogy ha szabályozni akarjuk, akkor nekünk kell egy zöld lámpa, meg kell egy piros lámpa, és ez a kettő fogja majd eldönteni, hogy mifelé is mennek a dolgok. Tehát mi az, ami gyorsítja a szaporodást, és mitől osztódik a sejt? Mielőtt én elkezdtem a kutatást az Onkológiai Intézetben, azelőtt is világos volt, hogy a hidrogén és a pH az egy meghatározó szempont a sejtosztódás szempontjából. Tehát kimutatták azt, hogy ha kötődik a növekedési orm, az elkezdi kifelé lökni a hidrogént, fölveszi a nátriumot, van egy pH eltolódás, és valahogy ez közvetíti jelet, hogy a sejt osztódjon. Volt egy olyan cikk is, amiben ebben nem mennék bele, egy Nature-be közölték, a lényeg az volt, hogy itt volt egy enzim, ami hajtotta kifelé a hidrogént, semmi köze nem volt a rákhoz, de mégis utána a rákos lett ez a daganatos sejtvonal, hogy beletették ezt a gént. És az első cikk, amit közöltünk, mi azt mondtuk, hogy a dolog úgy működik, mikor a növekedési hormon hozzákötődik a membránhoz, stimulálja a hidrogéntranszportrendszert, de ez a hidrogént fogja kilökni, a deutériumot visszatartja. Ezért a DH arány meg fog nőni, és ez a jel. Mikor mi alacsony deutériumtartalmú közeget hozunk létre, mert az emberek ezt isszák, akkor hiába pörgeti a daganatos sejt ezt a hidrogén transport rendszerét, nem tudja a DH arányt fölemelni arra a szintre, amire kéne, ezért zavarodik meg a metabolizmusa, és a végén ez okozza a túlnak a pusztulását. És azt gondoljuk, ez az egyik mechanizmus, ami miatt a sejtek osztódnak. A jó hír az az, hogy tőlem teljesen függetlenül bebizonyították, hogy a deutériumot, az az enzim, amit mondtam, hogy ott hajtja ki, az nem fogadja el szubsztrátnak. Tehát az élet annyira kifinomult, hogy igenis különbséget tesz a hidrogén és deutérium között, szelektál köztük, ha hidrogén kilököm, ha deutérium, akkor nem lököm ki. Tehát megvan az esélyünk arra, hogy ez a deutérium-hidrogén arány nőjön. És ha ez így van, akkor mi történik akkor, hogyha kívülről egy kicsikét besegítünk ennek a sejtnek, és emeljük meg a deutériumot mondjuk 200 ppm 300, 500-ra, 800-ra, és akkor az derült ki, hogy akkor mi ezzel tudtuk stimulálni a sejtosztódást. Tehát az első tétel, hogy a sejt miért is osztódik, azt mondjuk, hogy az, hogyha a DH arány el tud mozdulni, nőni fog, és végülis ez lesz az a jel, amit az összes molekula majd átvesz, és utána azt szerint csinálja a dolgát. Ezt az eredményt 1993-ban publikáltuk egy nyugat-európai tudományos labban. Ez az első cikk, ami a deutérium megvonással foglalkozik. Ugye egy évvel később lett nyilvános az, hogy a deutérium megvonás az jó, meg rákellenes lehet, meg hasonló, és utána két hónappal később az akadémia közölte, és ezzel áll a tudomány, és az akadémia azóta sem változtatott ezen az álláspontján. Zárója. Mi történik akkor, mikor megesszük az ennivalót, és hol van a fékrendszer, tehát hol van a piros lámpa? Akkor, amikor mi megesszünk 100 g szerves anyagot, attól függ, hogy mit eszünk meg, 100 g zsírból lesz 107 g víz, 100 g szénhidrátból 56 g víz, 100 g fehérjéből 40 g víz. Mindenki minden nap 3-4 deciliter anyagcsere vizet termel, azáltal, hogy mi elégetjük az ennivalót, és ugye akkor a növények által a szénhidrátokban, szerves vagy kötésekben tárolt energia, amit a napból kapunk, az itt fog átfordulni, és itt kapjuk vissza, mert elégetjük széndioxid és vízzé az ennivalót. És akkor mi azt mondjuk, hogy a történetben az a lényeg, hogy a mitokondriumban történik ugye az anyag, az ételnek az elégetése kvázi. Tehát itt van az, amikor a hidrogén tud találkozni az oxigénnel, és abból anyagcsere víz lesz. Egy egészséges sejtben a mitokondrium csökkentett deutérium tartalmú vizet gyárt. Mindenki ezt csinálja minden nap. Warburg óta tudjuk, hogy egy közös tulajdonság van a daganatos sejteknek, szemben azzal, amit most próbálnak itt elhinteni, hogy mi majd megoldunk minden gént, minden genetikai hibát, mindent megtalálunk, és akkor minden mutációra majd találunk egy gyógyszert, és akkor hűde jó lesz nekünk. Sokkal egyszerűbb, hogy megfogjuk azt az egy közös tulajdonságot, hogy minden daganatra jellemző. Warburg kapott ez egy Nobel-díjat, egy közös tulajdonság van a daganatos sejtekben, nem működik a mitokondrium. A mitokondrium nem képes csökkentett deutérium tartalmú vizet gyártani. Tehát innentől kezdve ezek a sejtek sokkal hamarabb meg tudják emelni a DH arányt arra a szintre, amit szeretnének, mert nincs egy olyan sejtorganellum, ami alacsonyabban próbálná tartani a deutérium szintet. És hogy mennyire nem mindegy, és ez a ketogén étrendről szól, hogy mit eszünk, az annak a függvénye, hogy a mitokondrium mennyire csökkentett deutérium vizet tud gyártani, hogy mit fogyasztunk. Tehát én elmentem a boltba, vettem lisztet, cukrot, tehén, túrot, olívaolajat, vajat, meg zsírt, és akkor elmentem az akadémiai intézetbe, azt mondtam nekik, hogy vegyétek ki a vizet az élelmiszerből, a száraz anyagot égessétek el vízzé, és mondjátok meg, mi annak a deutérium szintje.
Tehát ebből az jön ki, hogyha mi cukrot eszünk, kenyeret eszünk, szénhidrátot eszünk, krumplit eszünk, rizst eszünk, abból a mi szervezetünk normál deutérium tartalmú vizet fog szintetizálni. Ha zsírt eszünk, állati zsírokat, olívaolajat, akkor abból csökkentett deutérium tartalmú vizet fog szintetizálni. És itt jön az, amiért azt mondják és mondjuk sokan, hogy a ketogén étrend az ilyen értelemben egészségesebb, mert akik kevesebb szénhidrátot, több zsírt esznek, az egész életüket egy sokkal alacsonyabb deutérium szinten fogják leélni. És innentől kezdve ennek lesz a játéka, hogy mennyire alacsony az a deutérium szint, milyen nyomást gyakorol esetleg a rossz indulatú sejtekre, és ez fogja eldönteni, hogy az ember egészségesként vagy betegként éli az életét, és nyilván még beleszól másik ezer dologba. És ugye, amit ma tanítanak az egyetemen, ez a táplálkozási piramis, itt van az energiabevétel 60%-a legyen szénhidrát, mi pedig azt gondoljuk, ezt fejre kéne állítani, az lenne jó, hogyha az energiának a döntő részét vinnénk be zsírokkal és olajokkal, és akkor bennünk sokkal több és alacsonyabb deutérium tartalmú víz keletkezne. Hogyha ugye, az első perctől kezdve az a cél, hogy ez egy gyógyszer legyen, ne csak állatgyógyszer, hanem humán gyógyszer legyen. További cél, hogy gyógyszert orvosoknak kell alkalmazni, és az onkológiai kezelés részévé kell váljon. Tehát egyszer azt gondolom, el fog jönni az az idő, amikor majd ez részét képezi, de addig is, akik nyilván most betegek, meg most szeretnék valahogy kihasználni azt a tudást, ami rendelkezésünkre áll. Van néhány tanács, hogy mit kéne, hogy kéne alacsony deutérium tartalmú vizet fogyasztani. Ez már mechanizmus, ezen már tovább megyek. Nem megyek bele még egyszer, elmondtam. Tehát azt gondoljuk, hogy ha valaki alacsony deutérium tartalmú vizet fogyaszt, az abban van néhány egyszerű tétel. Nyilván jó ízű, könnyen lehet inni, nem tapasztaltunk semmilyen káros negatív hatást. Amiket mutattam a statisztikákat, az azt mutatja, hogy megelőzhetjük a daganat kialakulását, nem esnek vissza betegek. Egyértelműen mondjuk, hogy illeszteni kell a konvencionális kezeléshez, mert sokkal könnyebb az orvosnak a dolga, hogyha a beteg fogyaszt csökkentett deutérium tartalmú vizet, és javítja az operabilitást, és erős szinergizmusok lehetnek kemoterápiával, sugárkezeléssel. Volt néhány tétel, amikor nem értettem, hogy néhány beteg miért nem gyógyul, hogyha fogyasztja az alacsony deutérium tartalmú vizet, és akkor hosszú évek után néhány közös tulajdonság jött ki. Szerintünk nem jó a vegetáriánus étrend, mi azt gondoljuk, hogy a sok antioxidáns az ellene dolgozik a deutérium megvonás hatékonyságának, nem jó, hogyha megemeljük a szervezetnek a hőmérsékletét, tehát nem ajánljuk a melegfürdőt, szaunát, és egy nagyon intenzív sportolás, amikor hipoxia lép föl, magas laktóz szint, teljesabb szint alakul ki, ez megint besegíthet úgy a daganatos sejteknek, hogy tudjon dolgozni a deutérium megvonás ellen, tehát mi ezeket nem javasoljuk együtt a deutérium megvonással. Általában jó lenne, azt gondoljuk, hogy a 35-40 év fölött az emberek csinálnak olyan kúrát, hogy egy bizonyos időre, néhány hónapra leviszik a deutérium szintet, mert amit mondtam, 4-5 év alatt alakulnak ki a daganatos, a maga a daganat, de hogyha ilyen kúrákat ismételnénk, a mikroszkopikus méretű sejtcsoportokat ki lehetne iktatni a szervezetből. Ugye van, ahol van hajlam a családban, tudjuk ajánlani nekik, és nyilván akik magasabb kockázati tényezőnek vannak kitéve, számukra is előnyös lenne, hogyha fogyasztanák alkalmanként az alacsony deutérium tartalmú vizet. Itt azt, hogy ezt hogyan alkalmazunk, ez nyilván nagyon precízen le lesz majd bontva szinte tumortípusra, stádiumra. Néhány egyszerű elvet lehetne megfogalmazni. Aki elkezdi, az csinálja rendesen. Annak nincs értelme, tudom, hogy a deutérium csökkentett víz drága, de ha normál vizet is iszik, meg DD vizet is iszik, akkor abból nem lesz semmi. Tehát inkább rövidebb időt szálljon rá, de akkor csak azt fogyassza. Akik sikeresen eljutottak oda, hogy tumormentesek, legyenek kitartók és következetesek, éveken keresztül ismételjenek kúrákat. Akkor ezzel megelőzhetik azt, hogy 2 év múlva megint beüljenek a sorba, hogy megkapják a következő kemoterápiát. Ne igyanak más, csak az alacsony deutérium tartalmú vizet. 1,5-2 decilitrosba fogyasszák, és az, hogy szénsavas vagy szénsavmentes, annak nincsen a hatékonyság szempontjából jelentősége. Akkor, amikor a daganat elkezd pusztulni, azt a beteg megérezheti. És az fontos, hogy tisztában legyen mindenki azzal, hogyha a deutérium megvonás
az működik, az nem jelent az, hogy holnaptól jobban érzi magát. Tehát jelentkezhet aludékonyság, fáradékonyság, hőemelkedés, láz, tüdőrákos szó szerint irritálja az elhaló daganat, és köhögni szoktak, és váladék jön föl. Erősödhet a fájdalom időlegesen. Bármi, ami változás a deutérium csökkentett vízfogyasztása után, az első néhány hónapban betudható annak, hogy ott elindul egy folyamat, egy ilyen nekrotikus, gyulladásos folyamat, és ezt érzi a beteg. És akkor itt körülbelül be is fejezném az onkológiával kapcsolatos eredményeket, de magam is meglepődtem, mikor egy daganatos beteg, aki cukorbeteg volt, visszajött hozzánk, és akkor azt mondta, hogy neki lement a vércukor szintjén, megmondtam, hogy ne vicceljen már, ezt nem ezért találtam ki, hogy majd a cukorbetegséget is meggyógyítjuk, de aztán figyeltem az embereket, és tényleg így volt, és utána csináltunk az egyetemen néhány patkánykísérletet. Tehát ezeket a patkányokat, szerencsétleneket cukorbetegé tettük, nem mennék bele, és utána különböző kísérleteket végeztünk. Az első kísérletben a patkányok normál vizet ittak, vagy 25 ppm-es vizet, vagy kaptak inzulint, vagy nem kaptak inzulint. Ha egészséges volt a patkány, a vércukorszint alacsony volt. Ha cukorbeteg volt a patkány, teljesen mindegy volt, hogy milyen vizet iszik, a vércukorszint magas volt. De ha a patkány kapott inzulint is, akkor a 25 ppm-es víz hatására szignifikánsan alacsony volt a vércukorszintje. 25 ppm. A következő kísérletben azt néztük, hogy mi van akkor, hogyha nézünk 25, 75, 105 és 125 ppm-es vizet, ugyanazt a kísérletet eljátszottuk. Itt viszont az volt az érdekes, és ami nagyon jó, hogy nem a legalacsonyabb deutérium tartalmú víznél volt a legalacsonyabb a vércukorszint, hanem a 125 ppm-es deutérium tartalmú víz csökkentette a legjobban a vércukorszintet. Akkor csináltunk még egy kísérletet, hogy mi van akkor, hogyha ötönként változtatjuk, és akkor kiderült, hogy a 125-135 ppm volt a leghatékonyabb, és akkor ez mutatja a három kísérletnek az összegzését, a vércukorra, ez pedig a hemoglobin A1C-re, ami több hónap átlagában mutatja egy embernél, hogy mi a vércukorszint. Tehát ez a kísérletsorozat azt igazolta, hogy a deutérium megvonás valamilyen módon beleszól a metabolizmusba és az egész cukoranyag cserébe. Hogy működik a cukor, és hogy veszi föl, és hogyan működik az, hogy a vérpályából mondjuk a sejtbe kerül a cukor. A sejtek úgy működnek, hogy van egy GLUT nevű fehérje család, ami általában a sejten belül van, de a GLUT 4 felelős azért, hogy ténylegesen a membránból keresztül felvegye a cukrot a sejt. Mikor egy inzulin hozzákötődik a receptorhoz, akkor elindul egy olyan jelrendszer, ami arra ösztönzi a GLUT 4 nevű fehérjét ebbe az esetbe, hogy menjen a membránhoz, mert fel kell venni a cukrot. Tehát valaki reggel jó megreggelizik, elkezd emelkedni a vércukorszint, ezt érzi a szervezet, kilöki az inzulin pedig utána elindítja ezt a folyamatot, hogy a sejtek képesek legyenek a vérpályából felvenni a vércukrot. Tehát mi a következő kísérletben azt néztük meg, hogy vajon a GLUT 4 mennyiségét a membránban befolyásolja a deutérium csökkentés. És akkor ebben a kísérletben az látszik, hogy ezek a feketedések mutatják, hogy GLUT 4-ből mennyi van az izom membránban. Ha a sejtek egészségesek voltak, mindegy volt, hogy milyen vizet fogyaszt, 25-öst vagy 105-öst. De ha a patkányok cukorbetegek voltak, akkor normál deutérium tartalmú vízben volt a legalacsonyabb a GLUT 4 koncentráció, és ahogy mentünk az ideálisnak mondott ppm felé, úgy nőtt a GLUT 4 koncentráció. Tehát a deutérium megvonás belenyúl ebbe a rendszerbe, és befolyásolja az inzulinnak a szignálútját, és azt stimulálja kvázi. Hogyha már volt patkánykísérlet, akkor csináltunk egy humán vizsgálatot is. Tehát a kérdés itt az volt, hogy mi van akkor, hogyha 30 frissen kiszűrt cukorbeteg csökkentett deutériumtartalmú vizet fogyaszt 104 ppm-et 90 napon keresztül, másfél liter naponta. És rendszeresen végeztünk vérvizsgálatot, illetve néztük azt is, hogy vajon tudjuk-e csökkenteni az inzulin rezisztenciát. Az első, amit nyilván megnéztünk, hogy vajon lecsökken az emberekben a vér deutérium koncentrációja. Mielőtt elkezdtük, az átlagos deutérium szint 147,5 ppm volt a betegekben, a 90. nap végére 133,9-re csökkent le. Tehát volt egy vitám egy akadémikussal, ezt nem tudtam elfogadni 20 éven keresztül. Vegyük már tudomásra, hogy valaki csökkentett deutérium tartalmú vizet fogyaszt, akkor az le fogja csökkenteni a szervezetben a deutérium szintet.
ez most csak erre lenne egy ilyen egyértelmű bizonyított, 10 a mínusz 14-es szignifikanciával, és különbséget tudtunk kimutatni a két csoport, illetve a kísérlet elején, meg a kísérlet végén a deutérium szintben. Ez az ábra pedig azt mutatja, hogy sikerült a deutérium csökkentett víz hatásával megnövelni a sejtek cukorfelvevő képességét. Tehát egy 11 beteg a 30 közül ennyi volt ez a milligram per testtömeg kilogramm per perc. Tehát 6 mg cukrot vett föl minden testtömeg kilogrammja percenként, mielőtt elkezdtük a kísérletet. Mikor itták 30 napig, 90 napig az alacsony deutérium tartalmat, akkor ez fel tudott menni 8,6 mg-ra. Ami azt mutatja, hogy ez a betegkör, ennél sikerült jelentősen csökkentenünk az inzulin rezisztenciát. Tehát valószínűleg ugyanaz a GLUT4 meg az a szignál rendszer az működött. És akkor sok mindent néztünk, de még egyet bemutatok, hogy vajon a reggeli vércukor szintet sikerült-e csökkentenünk. Ugye amikor a 30 beteggel elindult, akkor 6,07 volt a reggeli vércukorszint, a 9. napon az 5,74-re csökkent, ami szignifikáns volt, de ami zavaró volt, hogy itt van nekünk egy oszlopunk, egy kiemelkedésünk, ez miért van? Az meg azért van, mert októberben elkezdtük a betegbevonást, 60 nap múlva itt volt karácsony. Ezek az emberek ott kicsiket jól éltek, és túl sokat ettek, és keveset törődtek azzal, hogy a vércukorszinthez, hogy befolyásolja meg a mi kísérleti eredményünket. Tehát azt gondolom, hogy valószínűleg az éhomi vércukrot sokkal markásabban is tudta volna a deutérium csökkentett víz csökkenteni. Tehát ez lenne a következtetés. Tehát azt gondoljuk, hogy a természetben megtalált deutérium kulcs szerepet tölt be a sejtosztódás szabályozásában. És létezik egy olyan szabályozási mechanizmus, ami nem a molekulák szintjén. Amit látunk a molekulák szintjén, az már annak a következménye, amit szubmolekuláris szinten a hidrogén-deutérium arány utasításként mond a molekuláknak. És itt jön az egész onkológiai gyógyszerfejlesztés kudarca. Beleszólni egy okokozati rendszernek a nem tudom hanyadik pontján, amikor igazából itt dőlnek el a dolgok, akkor az már eléggé rossz megközelítés. Tehát ha egyszer visszamegyünk az igazi okra és okozatra, akkor onnantól kezdve sokkal hatékonyabb lesz majd az onkológiai betegek kezelése. És ugye szerényen mi azt gondoljuk, hogy az a váltás, aminek be kéne következni az onkológiában, az körülbelül ezzel jellemezhető. Ez is egy komputer, meg az is. Tehát addig, amíg ilyen hatalmas rádiócsövekkel építették a komputert, akkor így nézett ki, mi pedig a csippek, meg ezek ugye már szinte nano szinten vagyunk, és a molekulákról szintjéről lemenni a szubmolekulás szint, az körülbelül ilyen váltást fog eredményezni. Mi az első perctől kezdve azon vagyunk, hogy ebből gyógyszer legyen. Sikeresen megcsináltunk és felépítettünk egy olyan berendezést, amivel szerintem a világon egyedül mi vagyunk képesek gyógyszergyárba, gyógyszergyártási sztenderdek szerint előállítani a csökkentett deutérium tartalmú vizet. Ebben a rendszerben forraljuk a vizet, ez egy 12 méteres toronynak az alja, és úgy a forráspont különbsége alapján tudjuk szétválasztani a nehéz vízmolekulákat a normál vízmolekuláktól. Ugye megvan, ahogy formázzuk a gyógyszert, megvan, ahogy kiszereljük. Ugye az a gyógyszergyár, ahová telepítettük, az lejelentett az Európai Gyógyszerhatóságnál. Tehát itt van az, hogy ez a csökkentett deutérium tartalmú víz gyártása. Tehát magyarul az Európai Gyógyszerhatóságnál, mint aktív hatóanyag, a csökkentett deutérium tartalmú víz az le van dokumentálva, és ott van. Azt is mondhatjuk, hogy engedélyeztettünk egy klinikai vizsgálatot, illetve nem, regisztráltattunk egy klinikai vizsgálatot az európai rendszerbe, úgyhogy 2014-ben mi összegyűjtöttük az összes anyagot, bevittük a gyógyszerhatósághoz a protokollokat, fölállt egy nemzetközi csapat, németek, hollandok, svédek, magyarok, 5 magyar klinika, hogy akkor elindítsunk egy klinikai vizsgálatot. A gyógyszerhatóság átküldte a dokumentációt az etikai bizottsághoz, és akkor az etikai bizottság mondta, hogy nem ad nekünk etikai engedélyt. 20 évig mindig azt kommunikálták felém, hogy akkor nekem gyógyszert kell csinálni, tehát mi méretlen nagy költséggel, meg munkával elvittük oda, hogy akkor kellene egy etikai engedély ahhoz, hogy klinikai vizsgálatot indítsunk, mi nem kaptuk meg az etikai engedélyt. Mikor kimentem külföldre, megkaptuk az etikai engedélyt, csak közben kaptunk a GVA-tól egy 30 milliós bírságot, és így 400 millióval zártuk, veszteséggel zártuk az elmúlt néhány évet. A cégünknek ezek a termékei, a Preventa nevű deutérium csökkentett vízcsalád, a Vetera nevű állatgyógyszer, gyártunk vizet kutatási célra,
osztom is a világ minden részére, akinek szüksége van erre, és nyilván azt gondoljuk, hogy csak időkérdés, és ne kérdezzék meg, hogy még mennyi, de egyszer a dolog majd át fog billenni. Köszönöm a figyelmet! Szeretnék feltenni. A fórumon ugye nagy viták alakultak ki a vízivással kapcsolatban, illetve a ketogén létán belül is. Nagyon egyszerű kérdés. Mennyi vizet ígyunk naponta? 5 litertől az 5 deci van a fórumon, hogy igen. Tárcsolják. Tehát mi azt gondoljuk, hogy az a kérdés, mi a deutérium szintje annak a víznek. Az első. Tehát, hogy ha rendes vizet isznak nagy térfogatban, azzal meg fogják hígítani azt a néhány deciliter alacsony deutérium tartalmú vizet, amit gyárt a szervezet. Tehát mi nem mondjuk azt, hogy tanácsos 2, 3, 4, 5 liter vizet inni, mert az kicsikét ellene dolgozik annak a deutérium csökkentésnek, ami bennünk van, hogy alacsony szinten tartsa. Mi azt mondjuk betegeknek azt, hogy 1,5-2 liter között az egy normál dózis, emellett eszik gyümölcsöt, vagy bármit, az körülbelül kielégíti. Tehát nem tudnám megmondani, hogy most fél liter vagy, hogy tehát én nem mondanék ilyen nagyon szélső értékeket, másfél, egy, másfél, kettő közé betenném ezt a range-et, amit jónak tartanék ahhoz, hogy nem fogja túlzottan elnyomni a ember által termelt alacsony deutérium tartalmú anyagcserevizet. Köszönjük szépen, illetve egy olyan példát mondtál nekem még évekkel ezelőtt, hogy a maga a ketogén diétát, mondva olvastam a fórumon, hogy van szinte már igazi, meg hamisított ketogén diéta is. Ugye sokat vitatkozunk azon, hogy mennyire szigorúan tartsuk be a ketogén diétát. Azt látom, hogy itt nem az a lényeg, hogy nagyon-nagyon levigyük a deutérium szintet, hanem hogy csökkentsük egy bizonyos mennyiségre. És ez azt jelenti, hogy mennyire szigorúan tartsuk, természetesen lehet exakt meghatározni. Egy szendvicses példát mondta, hogy 3 szendvicset szokott a feleséget készíteni, most csak egyet készít, és az összes szalámit beleteszi az igen, egy zsemlébe. Igen, tehát ez megint, én ugyanezt szoktam mondani a betegeket, valahogy az arányokon változtassunk, toljuk el a szénhidrátról a ketogén felé. Nem lesz egy ilyen arany tuti recept, hogy mindenkinek ez az adott mennyiség a jó. Ami biztos, hogy ugye Amerikában 35-40 kg cukrot eszik meg egy ember egy évben. Azt látjuk, hogy mindenben cukor van, a ketchuptól kezdve mindenben cukor van. Tehát ha bármi ilyen mennyiségben de csökkentjük, akkor az, ami az egészséges arányba toljuk. Azt kell látni, a természetben nincsenek feketék-fehérek, szürkék vannak, és valószínűségek vannak. Tehát a deutérium megvonása ezt a valószínűséget lehet jobbra-balra tolni. És van olyan ember, akinek ugyanez a dohányzásnál, tehát lehet dohányozni. Ha valakinek egy nagyon jó enzimrendszere van arra, hogy a dohányzásnál bekerülő káros anyagokat semlegesítse, akkor az pöfékelhet 80 éves koráig. De ha valakinek olyan enzimrendszer, hogy nem tudja jól csinálni, akkor pedig 5 év múlva lehet, hogy daganatos beteg lesz. És ez igaz minden folyamatunkra. Tehát összességében van egy esélyünk, hogy leéljük az életünket, és akkor ezen belül ezt az esélyet tudjuk, azt gondoljuk a deutérium megvonással befolyásolni. Hogyha nem beszélünk arról, hogy daganatos betegségek megelőzése, egy normál életvitel, tehát ugye 125-135 között volt az optimum az patkánykísérletekben az én nagyapám ugye szalonnát evett, mi megnéztük, ilyen 118 ppm-es a szalonnának a deutérium szintje, tehát valószínű, az élet ezt a 125-130 ppm-est jobban szereti, az egy kevesebb deutérium szint, az ATP-ház a mitokondriumban jobban tud pörögni, valószínű jó lenne, hogy itt tartanánk. Mikor megnéztük a 30 cukorbetegnek, ő neki 147 volt az átlagos deutérium szintje. Tehát ha ez lejjebb menne egy 15-20-szal, akkor valószínű, hogy az valószínűleg egy egészségesebb életet jelentene hosszú távon. Így van, mert ugye a fórumon felteszünk recepteket, illetve ki mit étkezik egy nap, és ugye én feltettem reggel kocsonyát ettem, citromlével, délbe paccal tettem, savanyúsággal, este pedig pirítós kenyérre keltem házi készítésű töpörtyű krémát, és ugye rögtön jöttek hogy ez a kétszelet kenyér, az nem ketogén, és rossz irányba visszük a csoportot. Én egyből mondtam, hogy esetleg sport mellett, egy olyan életmód mellett, nem hiszem, hogy ez a kétszeret kenyér. Tehát van egy ilyen mondás, hogy a szénhidráton tudja a szervezet jól égetni a zsírt. Tehát a szénhidrátokra pont úgy szükségünk van, tehát nagyon sok aminosavnak, meg a metabolizmus ezer részére kellenek a cukormolekul, és én azt nem mondom, hogy az egy abszolút cél lenne, hogy nulla szénhidrát legyen.
De még egy dolgot hagyom, amit nem vetítettem ki, hogy tehát ez a deutérium megvonás, meg a molekuláknak a deutérium szintje, hogy hol tart. Mi volt, hogy meghívtunk egy profot Franciaországból, tehát ő már ott tart, hogy van mondjuk egy 18 szénatomú szén zsírsablánc, és megmondja, hogy a 10-esen meg a 13-ason csak 60 ppm a deutérium szint. Mert a metabolizmus során, hogy szintetizek hosszú zsírsavlánc, ott adott szénatomon még hatványozottabban csökkenni fog a deutérium szint. Az sem mindegy, hogy milyen cukrot eszünk, meg milyen növényből származik. A növényeknél is a 6 szénatomon determinálva van az, hogy milyen gyakorisággal lesz deutérium az adott 6 szénatomnak, az 1-es, 2-es, 3-as, vagy 5-ös, 6-os szénatomán. És én értelemben minden szempontból beleszól az életünk, hogy milyen ételt eszünk, honnan származik, mi a deutérium szintje, milyen biokémiai úton szintetizálódott az a molekula. Az a másik része, igen, hogy most a kukorica az egy úgynevezett C4-es típusú növény. A növények háromféleképpen rögzítik a levegő széndioxidját, C3, C4 vagy CAM. A C4 az olyan, ami minimálisan csökkenti, a C3 jobban csökkenti. Ha ananászt tesznek, az dúsítja a deutériumot. Ha kukoricával letetjük a tehenet, akkor az a tehén az egy magasabb deutérium tartalmú húst, fehérjét fog termelni, mert nem a réten legelt, és nem a C3 típusú füvet ette. És ezek így mind össze fognak függni, és mind hatással vannak, azt gondolom, a mi életünkre. Köszönöm szépen az Én is.